Sziasztok! Jövő hét szombaton, azaz 25-én lesz pontosan 5 éve, hogy feltöltöttem az első Minecraftos videót. Azért ez nem semmi. Volt bennem kitartás, rendesen mi. Szóval csináltam egy külön intrót erre az alkalomra, amit a következő pár videónál fogok használni, úgyhogy nyugodjatok meg, ez nem egy új intro, csak a következő pár videóban lesz benne. Az első videó egyébként egy cobblestone generátor volt, ami már jó ideje privát egyébként, azt hiszem érthető okokból. Hát egyrészt rém elavult, mondjuk ez hagyján, más elavult szerkezetek is vannak, viszont a minőségével nem vagyok elégedett, mai szemmel már, hát már sokkal jobbat csinálok, no. Viszont úgy döntöttem, hogy ezek után valószínűleg nagyon sokan kíváncsiak lesztek rá, úgyhogy most egy időre elérhetővé tettem. Egyébként most is ezt látjátok. Tervezek egy külön kiadást majd erre az alkalomra. Egy live lesz egyébként, és egy minigamen, amit én fogok csinálni. Egyelőre az még nem tiszta, hogy kik lesznek ott, de lesznek ott mások is, nem csak egyedül leszek. Úgyhogy köszönöm, hogy idáig követtetek engem, főleg azoknak, akik már a legelső videó óta. És jó szórakozást a következő videóhoz! Sziasztok! Rendszeresen kapok olyan üzeneteket, hogy ó, én nem tudok command blokkozni, mármint úgy, hogy nem nekem mondja, hanem magára mondja, hogy ő nem tud command blokkozni, neki az kínai, meg még egy GIF parancsot se tud, meg stb. Hasonlók. Igazából nem értem ezt, minek ír el le, köszi, nem érdekelt. Akit érdekel, a command blokkozás az természetesen utána jár, rászenteli az időt, és körülnéz, és megtanulja. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy ő nagyon szeretne, de nem ért hozzá, azok nem tudom, mit akarnak igazából. Hát, ha szeretnéd, akkor jár utána. Rengeteg anyag van a neten, én is megtanultam valahogy, és nem úgy, hogy más videós nyaggattam, hanem magamtól utána jártam, utána olvastam, néztem videókat, kísérleteztem, stb. Szóval meg tudjátok csinálni egyedül is. Viszont ennek a videónak az a célja, hogy adjon egy kis löketet, be fogom mutatni az alapokat, nem fogok így végigmenni az összes parancson, annak semmi értelme. Egyébként csináltam pár parancsról videót, ilyen összetettebb parancsokról, de most általánosan szeretném megmutatni az alapokat. Szóval egy olyan kezdést adni, ami után magadtól is utána tudsz járni a dolgoknak, utána tudsz keresni, vagy kiderül, hogy valójában nem is érdekel annyira. Szóval a Minecraftban lehet parancsokat futtatni. Ezeket lehet így a konzolon is futtatni, megnyomod a T betűt, mármint ha nem állítottad át, és aztán beírhatsz valami parancsot, amit lefuttat a játék, és visszaírja azt, hogy sikerült lefutni, vagy nem fut le, és kapsz egy piros üzenetet, hogy mit hiányol, mit rontottál el, vagy hogy nincs is ilyen szintaktika. Ha érdekel a téma, és szeretnéd többet tudni, akkor hát egyrészt videók alapján tudsz utána nézni a dolgoknak, másrészt a játéknak van egy wiki oldala, ami szerintem egész jó. Például van egy külön oldala parancsoknak, akár beírod a keresőbe, vagy akár ezt a címet bemásolod, vagy följössz erre az oldalra, és ennek a keresőjébe írod be, tehát rengetegféle módon el tudsz ide jutni, és itt meg tudod nézni, hogy milyen parancsok vannak, és mi a szintaktikájuk. Még a szelektorokról is vannak infók, hát az nem biztos, hogy ebben a részben sikerül eljutni odáig. Biztos vagyok benne, hogy még egy-két-három ilyen részt fogok csinálni. Nézzük valami egyszerű parancsot, itt vannak ugye felsorolva, mondjuk a set block, hát ennek igen rövid a leírása, egyik blokkot lecseréled egy másikra. Alatta ír a szintaktikát, Pakitationre is leírja, és aztán szépen megmagyarázza szövegesen, hogy melyik paraméter mit jelent. Még általában példák is szoktak lenni. Nézzük a szintaktikát, tehát beírod azt, hogy set block, a parancs, és aztán a paraméterek. Itt XYZ ugye egy koordinátát kér, hogy hová szeretnéd lerakni a blokkot. Ez ilyen relációs jelek között van, illetve angolban azt hiszem ezt Diamond Operatornek hívják, illetve alsóban ugye kacsacsőrnek hívtuk. Tehát ilyen kacsacsőrök között van, ez azt jelenti, hogy kötelező megadni. Ha csak annyit írsz be, hogy set block, akkor nem fog lefutni. Szóval kellnek először a koordináták. Aztán kell egy blokk, ez egy azonosító. Régen szám volt, most már szöveges. Ez is még kacsacsőrök között van, szóval még ezt is kötelező megadni. Utána már látjátok, szögletes zárójelek között vannak a paraméterek. Ez azt jelenti, hogy ezeket már el lehet hagyni. Tehát ha beírok annyit, hogy set block 1-2-3 és wool, azaz gyapjú, akkor az 1-2-3 lerak egy gyapjút.
de még lehet további paramétereket adni, pontosítani a parancsot, hogy mit szeretnél. Először a data value vagy state van, ez egy szám szokott lenni, például a gyapjúnál a szint határozza meg, vagy diszpenzerni azt, hogy milyen irányba nézzem. Ezt ugye nem kötelező megadni, ha nem adod meg, akkor az alapérték az nulla, de ez egyébként le is van írva, itt van data value, itt van mit határoz meg, és hogy az alap, a default az nulla. Tehát mindent le lehet olvasni a Wikipédiáról, 99%-ban mindig megtalálom, amit keresek. Egy-két példa volt talán rá, de most nem jut eszembe. Szóval erősen ajánlott használni, vagy erősen ajánlott ismerni ezt az oldalt, hogyha szeretnéd ismerni a parancsokat. A játékban a chaten per jelelkezik a parancsokat, tehát per set block. Ja igen, a tabot nyomtam meg. A játékban van egy ilyen kis segítség vagy súgó. Beírom azt, hogy per, és megnyomom a tabot, akkor kiírja az összes lehetséges parancsot. A kérdőjel az egy olyan parancs, amivel szintaktikát lehet megkérdezni. Tehát beírom, hogy per kérdőjel szóköz set block. Így. És aztán enter, akkor visszakapom a setblocknak a szintaktikáját, ugyanaz, mint a wiki oldalon. De hát miért nem ugyanaz lenne, ugyanarról a játékról beszélünk. Szóval beírom, hogy setblock, és egyébként nem írok neki semmit, így nyomok egy entert, hát akkor jön ugye a piros üzenet, hogy így van a szintaktikája, azaz sír a szája, amiért nem adtam meg koordinátákat, meg blokkot. Most beírom, hogy 1, 2, 3, akkor ugye megint csak hibőzetet kapok, mert még a blokk hiányzik. Bírom akkor azt, hogy wool, ez a gyapjúnak az azonosítója. És lerakta valahova, és ott van, oda rakta le. Jó, hát természetesen normál esetben azért nem csak így lefuttat a játékos egy parancsot, hanem először lekér a koordinátákat. Ezt most csak a példakedvért mutattam. Szóval egy parancs ebből áll. A parancsnak a neve és aztán paraméterek. Vannak kötelező paraméterek, meg vannak opcionálisak. De ezt nem csak chatben lehet lefuttatni, hanem a játékban 1.5-ben vagy 1.6-ban, már nem is emlékszem, került be a command block, aminek ennyi a funkciója, hogy egy parancsot lefuttat. Ez nincs benne a kreatív inventory-ban, magatoknak kell adni egy give parancssal. Per give, ugye a tab segít, úgyhogy nem kell begépelnem a játékost, csapbussal, elkezdem írni, hogy command block, tab, és akkor kiegészíti nekem. És itt kapok egy command blockot. Azért megmutatom a give-nek a szintaktikáját. Tehát ahogy mondtam, kell egy játékos és egy tárgy. Ez a kötelező, utána ha akarom megadhatom a mennyiséget. Ez a data, ez megint az a szám, ami a gyapjúnál a szint határozza meg. Illetve a data tag, ez az MBT rész, ahol megadott, hogy milyen enchant legyen rajta, hogy milyen neve legyen. Szóval itt van ez a command block. Lerakom ide. És a jobb gomba bele tudok nézni, és ide írhatom a parancsot, ide már nem kell írni perjelet, annélkül is le fogja futtatni. Most a példa kedvéért csak egy szép parancsot írok be, ez egy ősrégi parancs, annyit tud, hogy a chatre ír egy üzenetet. Írd be azt, hogy hello world. Ennyi, ha kész vagyok, rányomok, hogy done. Ez most így nem fut, nem csinál semmit. Ahhoz, hogy ezt lefuttassa, ami benne van, jelet kell neki adni. Ez lehet reston fákja, reston blokk, gomb, kar, tehát ami valamilyen reston jelet ad, vagy csapdaláda is például. Na most ebből kifolyólag kezdhetnénk a restonozással, hogy milyen logikai hálók vannak, meg hogy mit tud egy fáke igazából, és a többi, de én ezt egy kicsit fölöslegesnek tartom. Tehát hogyha valami szerkezetet vagy pályát akarsz építeni, akkor nem használsz restont. Mindent lehet command blokkal, gyorsabb is, gépet se annyira eszi. Hát jó, ez a kettő összefügg, sokkal több a lehetőség, kisebb helyen is elfér, meg hát egyébként is az az igényes, hogyha command blokkokat használsz. Szóval a restonozásnak maximum túlélőben van értelme, de ott meg minek csinálsz felhőkarcoló méretű reston szerkezeteket. Az ember persze megcsinál csapdákat, meg farmokat, meg hasonló dolgokat, ami megkönnyíti az életét, de bonyolult összetett rendszereket nem. Hát olyan értelmetlen az egész. Persze kivéve, hogyha valakit szórakoztat az, hogy ott túlélőben szenved azzal, hogy kötögesse a restont, hogy valami kis egyszerű dolog működjön. Max ezt tudom elképzelni tényleg, hogyha valakinek ez a fétise, de egyébként annyira időpazarló dolog restonnal szenvedni. Ez van, lejárt a TNT ágyú ideje. Na, én most egy karral fogok neki jelet adni. Ezt rakhatom mellé, arra rakhatom rá. Ha rá akarom rakni, akkor mivel ugyanaz a gomba megnyitás és a lerakás, ezért a shiftet kell lenyomva tartani, hogy ne nyissa meg.
meghúzom a kart, és kiírja a chatre, hogy hello world. Na most, ott van, látjátok előtte egy ilyen kukacjel, egy ilyen etjel. Ha én írom be azt, hogy hello, akkor az én nevemet írja ide. Azt írja ide, hogy kifuttatta le a parancsot. Ha kommandokkal futtatom le a parancsot, akkor hát mondjuk az ő nevét írná le, most nincs megadva név, úgyhogy ezért van ott et. Na most ezzel csak azt akarom mondani, hogy mindig tartsátok szem előtt azt, hogy ki futtatja a parancsot. Nagyon nem mindegy. Sok esetben nem mindegy az, hogy ki az, aki futtatja a parancsot. Mondok egy egyszerű példát, beírom azt, hogy set block. Ugye az előbb már megtanultuk ezt a parancsot, és van rá lehetőség, hogy relatív koordinátákat használjak. Ez az Alt-Gr1. Így beírom háromszor. Ez azt jelenti, hogy ahhoz képest, aki futtatja a parancsot. X, Y és Z szerint, ahhoz képest, hol állok, rakjon le, maradjunk a gyapjónál egy gyapjút. És akkor ide lerakta oda, ahol épp állok. Ha itt futtatom le, ide rakja le, ez tök jó. Ez a hullámjelhez még írhatok számokat, tehát ha Y tenger szerint, az a függőleges, plusz 5-öt írok, hoppá, csak 5-öt írok, akkor ahhoz képest, ahol állok, 5-tel följebb, ott van a gyapjú. De ha most ezt így bemásolom a command blockba, így, és lefuttatom, akkor nem fölén fogja lerakni, hanem a command block fölé. Ott van. A másik, hogy ez nem futtatja folyamatosan a parancsot, tehát most ugye aktiválva van, így ha kiütöm, nem rakja vissza, csak hogyha újra jelet kap. Most kikapcsoltam a kart, most megint bekapcsolom. Így. Igen, és közben írja a chaten azt is, hogy a command block lefutott-e vagy sem. Ez game rule-nak ki lehet kapcsolni, nem is tudom, az elején végig is, amíg így tanulgatod a parancsokat, talán hasznos ez a funkció, de amint leraksz valami olyat, ami így folyamatosan fut, az itt teleszórja a chatet, és használhatatlanná válik. Na jó, megmutatom, ez a game rule parancs, ezek különböző szabályokat lehet megadni a pályának. Most nyomok egy tabot, akkor ugye kiír a lehetőségeket, van egy pár. És akkor mit tudom, van egy ilyen, hogy mob griefing. Így, látjátok? Ez azt tudja, hogy a mobok rombolhatnak-e vagy sem. Például a creeper az ugye a felrobbanak a kilt a blokkokat, meg az enderman is föl tud venni blokkokat. Ezzel ezt ki lehet kapcsolni. Na, nekem pont a command block output kell, amit beírt ide. Ez mondja meg, hogy a command block üzenjen a chatre. Azt írom neki, hogy false, azaz hamis. Írhatok akár nullát is. És ha megnyomom az entert, nem írhatok nullát, oké. Okay. Van olyan, ahol írhatok nullát is a false helyett, például az MBT-kben. Itt nem fogadja el. Így jön is a visszajelzés, hogy frissítette ezt a game rule-t, és akkor mostantól, hogyha lefuttatom már, nem üzen a chatre. Mondjuk az első után nem is, ugyanis ha a set block ugyanolyan blokkot akar lerakni, akkor nem fut le, egy piros üzenetet ír vissza. Csak ez most nem látszik. Mondjuk itt látszik, látjátok, itt alul van az output, nem tudta lerakni a blokkot, azért nem tudta lerakni, mert már gyapjú volt ott. Jó, itt lent még vannak gombok, ugyanis a játékban háromféle command block van, erről már csináltam videót, ebben most szerintem nem megyek bele, de ezzel lehetne átállítgatni. Ez a conditional, ez azt jelenti, hogy ha több command block össze van láncolva, akkor ha ezt conditionerre állítod, csak akkor fog lefutni, ha az előtte lévő is lefutott. És az utolsó, ez a needs redstone, hogy kell-e neki redstone-jel, hogy aktiválódjon, vagy sem. De majd egy következő részben tuti végig fogok menni ezeken a másfajta command blokkokon. Jó, szerintem kezdésnek egyelőre ennyi. Megmutattam azt, hogy hol tudod megnézni a parancsokat, hogyan tudod leolvasni. Igen, kell hozzá angol tudás. Hát ez sajnos benne van, de ez ne tántorítson el. Használd a fordítót, másod be a szavakat, nézd meg, hogy mit jelent. Tehát, hogy egyébként a parancsok is angolul vannak. Úgyhogy, meg az összes tulajdonság angol, úgyhogy ne tartsanak már vissza az angol leírások. Ez van, ehhez ezt kell tudni. Nem olyan nagy dolog egyébként, nem kell megijedni tőle. Remélem, ez segített azoknak, akik eddig semmit se tudtak a command blockról. Tehát a cél az volt, hogy az abszolút kezdők el tudjanak indulni. Hát amit érdemes csinálni, igazából videókat nézegetni, tehát hogyha így ez az első élményed command blockkal, tehát most így a videó közben raktad le te is a command blockot és írtad bele a set blockot, meg a szét, akkor mindenképpen ajánlott ilyen videókat nézegetni, hogy miket lehet command blockkal,
Igazából az a helyzet, hogy sokszor ugye azért rak fel az ember videót, mert valami durva szerkezetet összerakott, de azért lehet talán olyanokat is, amikor csak egy-egy parancsot mutatnak be, én is csináltam már ilyet, azok mentén szerintem el lehet indulni. Illetve ha feljössz az oldalamra, csabusa.hu, ott korábban, hála égnek, csináltam egy olyat, hogy tutoriálok. Ezt megnyomod, akkor itt ki lesz gyűjtve pár videó, amikre úgy gondoltam, hogy amikkel érdemes így elindulni, hogyha még nem ismered jól a command blokkokat. Úgyhogy szerintem még ezeket érdemes megnézni. Hát aztán kérdezzetek, második részben azt tervezem, hogy megnézzük a szelektorokat, meg hát nem tudom, talán bele fog férni a többi command blokk is, de írjatok a hozzászólásokba kérdéseket, vagy hogy mi hiányzott, mi kéne ahhoz, hogy még könnyebben el tudj indulni a command blokkozás rögös útján. Szóval ennyi lett volna az első rész, a kézikönyv óvjon.